Sziasztok, kedves barátaim! Megint egy kádasi következik, és ez egy utolsó kádasi ebben az évben. Szabhálai kádasi az a neve, és a következő történet. Történt ez egy király fiával, ugye volt egy nagyon jó király, aki tiszta életet élt, és volt neki több fia is. Egyik fia, akinek az volt a neve, hogy Lumpáka, ő nem akarta követni a tisztességes életet, és akkor inkább bűnös életet él, elment az apjától erdőbe is, és megölte az állatokat, és megette az állathúsát. Szóval ilyen kis komoly, nehéz életet élt. De egyik alkalommal, amikor vadászatban volt, nagyon kimerült, és ez pont november-december időszakban volt, és kimerült egyik nap, és pont amikor kimerült volt, és el is ájult, nem volt ereje, akkor pont Szabhálai kádasi napjára ez vele történt. És akkor ezen a napon nem tudta enni egész nap, hanem evett csak egy pár gyümölcsöt, utána ébren volt egész éjszaka, és ezért, mivel nem evett semmit, bőtölt és ébren is volt éjszaka, azért megtisztult a bűneknek a visszahatásától. Ennek hatására az lett az eredménye, hogy megkapta a királyságot. Szóval egy hang az égből szólt hozzá, hogy kedves Lumpáka, mivel te most bőtöltél, közben itt mutatom, nagyon szép helyen vagyok, megint Sopron belváros, itt nézzük meg, itt mögöttem van egy szép kis ilyen víztorony, vagy valami torony. Megyek oda a alagútba. Ez a hang szólt neki, hogy Lumpáka, te mivel bőtöltél, megtisztultál, és akkor most méltó leszel arra, hogy királyságot vezessél, leszel egy tisztességes király, nyugodtan tér vissza az apjához. És akkor visszatért az apukájához, és akkor így megtisztult a bűneiktől, és nagyon tiszta, szép király volt, úriemberes, így boldogan végződik ez a történet. Akkor még egyszer, kádasi 14-én lesz, megtörés 15-dik, és megtörés időpont 7:24 és 10:14 között. Jó, írjátok megint, hogy kinek sikerült minden bőtöt betartani ebben az évben, vagy mióta néztek a videót. Majd jövőre majd megint beszéljünk, mesélek egy kicsit az ekádásikról, tervezek egy kicsit bővebb információt is adni róla. És tegyetek lájkokat, iratkozzatok fel a csatornára, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm benneteket Sopronból, köszönöm szépen, legyetek elégedettek és jók. Hare Krishna!